Hellosztok, Emilom vagyok, és ismételten találkozunk. A mai videóban azt fogom elmondani, hogy mi a kedvenc állatom. Ez lesz a mai videó témája. Elnézést a fejemért, kicsit fáradt vagyok, de fel kell töltenem, meg kell csinálnom ezt a videót is. Úgyhogy most nem lesz intro, nem lesz outro, semmi, ez egy nyugis videó lesz. Jó, outro lesz. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a kedvenc állatom nem lesz elég férfias. Nem baj, a kedvenc állatom a macska. Igen, meglepően hangzik, meglepődtetek gondolom nagyon sokan, de igen, a kedvenc állatom a macska. Ezt leszögeztük, idáig tök jó minden. Kutyások, nektek mondom, nem megbántani akarok senkit. Én is szeretem a kutyákat, természetesen, mint nagyon sok ember. Kedvenc kutyafajtám is van, az egy husky. Nagy álmom, hogy egyszer legyen egy husky, egy olyan fajta kutyám. Igen, tetszik az a kutya. De arról szól ugye ez a videó, hogy kedvenc állatom a macska. Tehát egy pillanat, mindjárt jövök. Tehát ő a kedvenc állatom, kis macskám, cicám. Lesz a macskám életéből egy külön kiadás, amiben elmondom a nevét, hogy hány éves a kis cica, és igen, leraklak cica, jó van, leraklak, te macska. El is mondom, hogy mikor lesz valahány éves. 3 nap múlva. Igen, 3 nap múlva lesz valahány éves. Sajnos holnap lesz, azt hiszem, a macskám élete, és csak 13-a lesz, nem 15-e. Úgyhogy, mert 15-én lesz a születésnapja, azt sem mondom el, hogy hányadik, mert le tudjátok venni, hogy hány éves lenne akkor. Majd mindent abban a videóban, hogy igen, elmondtam már, hogy mi lesz benne. Igen, ez lett volna ez a videó, rövid lett, nem baj. A következő hosszabb lesz a külön kiadás. Én Myron voltam, én Mirum voltam. Azért nem mondom már azt, hogy a Mynos-t hallgattátok, mert nem fogom minden videóban ezt mondani, már ezt előre elmondom. Ez lesz az utolsó videó, amiben ezt kimondom, ezt a mondatot. A Mynos-t hallgattátok, én Mirum voltam. Sziasztok!